A madárinfluenza járvány elsősorban Bács-Kiskun megyét érintette, de országos megfigyelést és ellenőrzést rendelt el az Állategészségügyi Hatóság. Megyénkben is jelentős cégek dolgoznak az ágazatban, így a megelőzés fontos szerepet játszik egy ilyen járvány kordában tartásában. Pontos adatok még nincsenek, de a jelenlegi nem országosnak mondható megbetegedés is milliárdos károkat okozott. A feloldással az unión belüli és az országos kereskedelem is újraindulhatott. Nincsenek még pontos összegek, és sajnos nem mondhatjuk azt, hogy biztosan vége van a járványnak, hiszen vadmadárban, Csongrád-Csonár megyében, illetve Somogy megyében is állapítottunk meg madárinfluenza vírusát, tehát a figyelem még nagyon fontos, a járványvédelem betartása továbbra is kiemelt fontosságú. A közvetlen kár, amellyel a járvány felszámolását sikerült megoldani, olyan 1 milliárd forintra tehető. Ez nem csak a négy említett kitöréssel érintett tojótyúktartó telepállományának a költsége, hanem a megfigyelés, illetve a védőkörzetben preventív célú leüléssel vagy állatvágással is számolni kell. Aktív járványgóz tehát nincs az országban, viszont a vadmadarak vándorlása miatt fokozottan figyelni kell. Sok intézkedés jelenleg is érvényben van, mint például a madarak szabadtartására vonatkozó tilalom. Oroszországban embert is megfertőzött a vírus. Más országból hasonló hír nem érkezett. Egy emberre is veszélyes járvány kialakulásához több tényező együttállása is szükséges. Csak és kizárólag Oroszországban jelentettek emberi nagyon enyhe megbetegedést madárinfluenza vírusával, azaz nem történt meg a madárinfluenza vírusának az mutációja, amellyel emlősre is veszélyessé válik. Nem figyeltek meg Oroszországban sem emberről emberre való terjedést. Akkor fordult elő leggyakrabban ilyen mutáció, amikor az ember és az állat együtt található, és a környezeti viszonyok is olyanok, hogy találkozik a humán influenza vírus, mondjuk egy madár influenza vírus. Az Európában ilyen körülmények együttállása nagyon ritkán fordulhat elő. Ugyanakkor természetesen nem zárhatjuk itt teljes mértékben, hogy valamikor a vándormadarakkal nem tér vissza egy olyan madárinfluenza törzs, ami már emberre is jelent veszélyt. Ezért különösen fontos minden esetben az állattartásban a járványvédelemmel együtt az egészségügyi védelem is, tehát a ruházat cseréje, a megfelelő takarítás, fertőtlenítés végrehajtása. Egy évvel ezelőtt 2020 márciusának végén lobbant be a járvány. Az országos főállatorvos arra kér minden érintettet, hogy a jelenleg is érvényben lévő intézkedéseket tartsák be. A vonuló madarak miatt a veszély folyamatosan fennáll, a járvány elkerülése pedig a megelőzésben rejlik.